Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket! Volt egy posztom, ami arról szólt, hogy akármennyire is küzdünk ellene, általában azokat az embereket bántjuk a legtöbbször, vagy leginkább, akik a legjobban szeretnek minket, illetve azoknak a szeretetére törekszünk, vagy azoknak az elfogadására vágyunk a leginkább, akik viszont a legtöbbet bántanak minket. Ezek természetesen továbbra sem nagy igazságok, nem az a célom, hogy azt mondjam ezzel, hogy ez mindig minden helyzetben így történik. Ilyet azt gondolom, hogy egy szakember soha nem is mondana. Ugye ezt számos alkalommal jelzitek, hogy ti bizony kivételek vagytok, tehát ez nem igaz, száfoljátok, amit írok. De ugye én azt gondolom, hogy nem is lehet olyan szabályszerűséget leírni, ami tényleg minden embernél ugyanúgy működne. Ha ebben gondolkodnánk, akkor alapvetően semmit nem írnánk ki, meg soha nem írnánk egy könyvet jelenségekről, hiszen mindig lesz olyan, aki kivétel, vagy kivételnek érzi magát. Itt ezt azért mondom, ezt az utóbbit, mert amikor valaki mondjuk azt mondja, hogy ő bizony soha nem bántja a szeretteit, és ő bizony soha nem tart kapcsolatot olyannal, aki bántja őt, ott azért érdemes megkapirgálni a felszínt. Nagyon sokszor például nem veszük észre, hogy hogyan bántjuk a szeretteinket. Úgyhogy ez már egy ilyen érdekes önmagunkkal kapcsolatos, önreflexív kérdéskör is lehet, hogy amit szeretnénk látni magunkból, vagy ahogyan szeretnénk látni magunkat, az vajon tényleg úgy van-e, vagy sem. Általában annyit bírunk meglátni a saját működésmódunkból, vagy abból, hogy hogyan hatunk másokra, amennyit éppen el tudunk viselni, de ez nem feltétlen fedi le azt a valóságot, amit a másik él meg velünk kapcsolatban. Ugye ennek a posztnak az első fele szól erről, hogy vajon miért bántjuk tényleg azokat az embereket, akik a legközelebb állnak hozzánk, akik a legjobban szeretnek, vagy a legjobban mutatják ki a szeretetüket, akiket mi is szeretünk. Ez alapvetően ahhoz szokott kapcsolódni, hogy hát kinek is hinnénk el, hogy a hibáink, botlásaink ellenére is elfogad minket, hanem azoknak, akik a legközelebb állnak hozzánk. Tehát valójában az, hogy merünk nem feltétlen jó fejek lenni olyan emberek társaságában, akik szeretnek, az szól egyfajta bizalomról is, hogy most elmerem engedni magam, hogy most nem cenzúrázom az összes mozdulatomat, reakciómat, hanem megengedem, hogy az jöjjön ki belőlem, ami bennem van. Ennek van szerintem egy egészséges határa, ami arról szól, hogy merek önmagam lenni, még annak tudatában is, hogy az esetleg nem teljesen tökéletes, vagy nem megfelelő minden pillanatban. Ez a jó része, ez az önfeledtség, önazonosság érzésével jár. Ugyanakkor van a másik része, amikor azt gondoljuk, hogy itt annyira elengedhetjük magunkat, hogy például már nem figyelünk oda a szavainkra, hogy azt gondoljuk, hogy ő vele vagyok olyan jóban, hogy bármikor elkéshetek, mert úgyis meg fogja érteni, ő nem fog pampogni ugye amiatt, hogyha mondjuk nem tisztelem az ő idejét, hogy ott egyszerűen megmerek engedni magamnak olyan dolgokat, amiket máshol azért nem, mert tudom, hogy a másik nem tolerálná. Szóval, hogy érdemes azért ezen elgondolkodni, hogy élünk-e a lehetőséggel, hogy elfogadó közegben vagyunk, jól szeretve vagyunk, vagy pedig visszaélünk ezzel a helyzettel. Ezt az első felét erre írtam ki, hogy esetleg érdemes ezt megvizsgálnunk, mert szerintem könnyen tudunk belecsúszni abba a hibába, hogyha valaki tényleg szeret, abból aztán bármit meg lehet tenni, pedig ez nem egy jó irány. Sokkal jobb, hogyha azokat tiszteljük és azokat becsüljük meg a legjobban, akik erre tényleg méltók és okot adnak rá. A másik fele, ugye amire többen is írták, hát micsoda bolondság lenne, hogy azoknak a szeretetére vágyjunk, akik bántanak minket, tehát ez sajnos ennek ellenére egy viszonylag általános jelenség, hogy ugye a párkeresésnél szokták ezt a leggyakrabban említeni, hogy miért az a fránya ember kell nekem, hogyha ez a másik meg sokkal kedvesebb lenne, miért annak az SMS-ére vagy jelentkezésére vágyom, aki már annyiszor hátat fordított nekem, aki annyiszor hazudott, vagy bármilyen egyéb módon kibillentett engem az egyensúlyomból, és nem az kell, aki következetes és kedves és jól szeret. És ugyanezt el lehet mondani a családi kapcsolatokon belül, hogy milyen gyakran hallom, hogy ugye azzal a szülővel adott esetben az illető mondjuk konfrontálódik többet, aki mondjuk fölnevelte ellenben, egész életében azután a szülő után sóvárgott, aki nem volt jelen. Én azt gondolom, hogy ebben elég egyértelmű átlátni a logikát is, tehát hogy teljesen világos, hogy akivel többet vagyunk együtt, avval többet csurlódunk, aki többet hiányolunk, arra vágyódunk. Nem véletlen, hogy ebből fakad ez is, hogy,
hogy mondjuk háromszög helyzetekben mindig kialakul ez a fajta, hát igazságtalanság, hogy akivel a hétköznapok, a mindennapi élet van, az sokkal több konfliktust megél velünk kapcsolatban, mint akivel csak ritkán találkozunk, és az csak lefölözi a jó pillanatokat. Szóval, hogy ebben nem lehet így igazságot tenni, de amiért vágyunk, ugye azok szeretetére, akik viszont kifejezetten bántanak, például kritizálnak minket, akik eltünedeznek az életünkből, akik bizonytalanságot ébresztenek bennünk, akár önmagunkkal kapcsolatban. Annak az oka általában az, hogyha ugye megtapasztaljuk valakinél, hogy akár lehetnénk is fontosak, de így ez kevés, amit nyújtunk, ott valahogy a legtöbb emberben elindul egy ilyen késztetés, hogy hát ha egy picit többet teszek, másképp teszem a dolgaimat, akkor talán kelleni fogok. Tehát ez a mélyről jövő vágy, hogy talán mégiscsak megfelelő, elfogadható, szerethető leszek az illető szemében, ez egy olyan fajta kihívásként jelenik aztán meg, ami egy kicsit így gyógyítaná az azzal kapcsolatos korábbi rossz élményeket, amiben azt értük meg, hogy alul maradtunk, hogy kevesek voltunk, hogy nem kellettünk. Tehát tulajdonképpen az a személy, aki megjelenik az életünkben, majd aztán mégis mondjuk bánt minket, vagy eltünedezik, logikus lenne, amit néhányan írtatok, hogy persze, hát akkor ezt ki kell rakni, csak nem ilyen logikusan működik a lelkünk minden esetben, tehát lehet, hogy az agyunk ezt mondaná, de ugye ez a leggyakoribb jelenség, hogy hiába mondja ezt az eszünk, hogyha nem tudunk úgy érezni azonnal, abban a pillanatban. Mert hogy az érzelmeink meg lehet, hogy afelé visznek minket, hogy pont, hogy nagyon vágyunk arra, hogy igenis nála gyógyítsuk be azt a sebet, igenis annál az embernél érjük el azt, hogy mégiscsak megszeret minket, mégiscsak kellünk, aki pont arra a sebre emlékeztet, amit még esetleg nem dolgoztunk föl magunkban. Ami történetesen erről szólt, hogy mondjuk ebben a szeretvelevés kérdésben alul maradtunk, azt az érzést vittük tovább, hogy nem voltunk elég jók, nem voltunk elég szerethetők. Hát, ha majd most nála bebizonyítjuk, hogy mégiscsak tudunk ezért tenni. Úgyhogy emiatt van ez, hogy aztán igen, valóban kívülről ránézve talán észszerűtlen módon térünk vissza olyan embereknek a szeretetéhez, vagy az azután való sóvárgáshoz, akik ezt nem érdemelnék meg. Ezekkel most nem a megoldás felé vittelek titeket, pusztán az a célja ezeknek a videóknak, hogy nézzétek meg a kapcsolataitokat, nézzetek rájuk felülről, és hogy hát ha egy ilyen gondolkodás, elmélkedés kapcsán afelé jutok, hogy a szereteitek felé inkább egy kedves gesztust tesztek, esetleg jobban figyeltek arra, hogy ne őket bántsátok, és egy lépéssel talán arrébb tudtok lépni olyan emberektől, akik meg méltatlanok a szeretetetekre, vagy a ragaszkodásotokra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, szép napot kívánok, sziasztok!